Már is folytatjuk egy meglehetősen érdekes esettel. Az állami online árfigyelőre megtévesztésig hasonlító mobil applikációval próbálták félrevezetni internetes csalók a fogyasztókat. Az illegális mobil applikáció a gazdasági versenyhivatal szerint nem valós árinformációkat közölt. Letöltése és használata így komoly biztonsági kockázatokkal járhatott. Az applikációt azóta eltávolították, a GVH pedig hivatalból eljárást indított. Az ügy részleteivel foglalkozunk a következő percekben Zoltán folytatja. A gazdasági versenyhivatal elnöke Rigó Csaba a vendégem, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Sokan megjegyezték a hír kapcsán, hogy az online rendszer sikerét, vagy ha úgy tetszik, népszerűségét mutatja azt, hogy most már csalók is hamisítják. Mit akartak elérni ezek a csalók ezzel a mobil applikációval? Valószínűleg pénzt akartak keresni, hiszen hogyha rátelepednek egy, egy bomba sikerű digitális alkalmazásra, akkor valószínűleg a letöltések kapcsán pénzt próbáltak keresni. Szerencsére eltávolították már ezeket a Kalóz mobil applikációkat, és nincs is rá szükség, mert bárki megtalálhatja a www.árfigyelő.gvh.hu oldalon. mobileszközön eszközön is működik az árösszehasonlító oldal. Igaz, hogy nincs optimalizálva mobil alkalmazásként, de ez folyamatban van, a fejlesztő elkészíti. Azt gondoltuk, tehát a kormány és a GVH azt gondolta a fejlesztés kezdetén, hogy sokkal fontosabb olyan szolgáltatásokkal felvértezni ezt a megoldást, mint például a bevásárló lista, ahol össze lehet hasonlítani áru csomagokat is. Akár napról napra lehet követni a kosár értékét a termékeknek. Nyilván majd lehet mobilapplikáció is, hogyha e, valakinek ez annyira fontos, de így is működik, mobileszközön is az árfigyelő. Itt elhangzott, hogy a felvezetőben, hogy komoly biztonsági kockázattal járt ez a mobil applikáció, itt félrevezető árak voltak feltüntetve, tehát aki letöltötte és megnézte, az gyakorlatilag fals információkat kapott? Igen, amit én tapasztaltam, hogy nem csak a az áruházaknak a termékeinek a feltöltött fotóit lopták el, hanem olyan árakat tüntettek föl, ami nem volt valós, tehát azt kell tudni, hogy a hat áruházlánc naponta, napi frissességgel, éjszaka, legkésőbb évfélig mindig beküldi a legfrissebb árait. Tehát én láttam olyan árat, egy bizonyos termék árát, ami sokkal magasabb volt, mint annak az akciós ára az adott áruházláncba. Ez egyébként kárt okoz, nem csak a fogyasztókat vezeti félre, hanem magának az áruházláncnak is kárt okozhat. Úgyhogy ezért is lépett a GVH, és a fejlesztő is lépett, és hát hétvégén eltávolították ezeket az appokat. Volt, aki írt egyébként a GVH-ba, és azt mondta, hogy elnézést kér, nem fog többé előfordulni ilyen ahogyha valaki tudatosan szeretne eljárni, ahogyan elhangzott, egyébként elérhető az online felület mobiltelefonról, táblagépről, laptopról is, az arra figyelje mindig, hogy a GVH ott legyen a címsorban? Felismerhető az állami árfigyelő, nagyon sok ismérve van, hiszen ha valaki rá megy az oldalra, akkor ebben a rendezettségben, ebben a 62 termék kategóriának van egy struktúrája, máshol nem találja meg. Ez az egyik. A másik, hogy folyamatosan fejlesztjük. A bevásárló listát biztosan nem fogja majd megtalálni kalóz applikációba. Ráadásul minden weboldalon, de ennél is megtalálható az impresszum, tehát ott van, hogy a GVH működteti, kifejlesztette, hová lehet fordulni, milyen űrlapot kell kitölteni, ha panasz van, vagy jelzés, fogyasztói jelzés, vagy ha nem azt tapasztalja a fogyasztó a valóságban, ami az árfigyelőben van, akkor a fogyasztóvédelmi hatóságnak van dolga, és el is fog járni. Július elején indult az online árfigyelő rendszer, és csak nem egy hónap alatt egy millió látogatót vonzott ez a platform. Milyen hatása volt ennek a platformnak az árakra, annál a 62 terméknél, amely megtalálható? Én azt mondanám, hogy nem csak ennek az árfigyelőnek, hanem a, még a kormányzati intézkedéseknek együttesen kell tekinteni a hatását. Tehát a június 1-én bevezetett kötelező akcióztatás, majd a július 1-én bevezetett árfigyelőrendszer és az augusztus 1-én kiterjesztett kötelező akcióztatás, az akció mértékének a növelése, a szép kártya használat, ezek mind-mind olyan kormányzati intézkedések voltak, amelyek védik a magyar családokat és a nyugdíjasokat. És a GVH is így van ezzel. Az árfigyelőt azért is működtetjük, és azért is teszünk bele ennyi energiát, a fejlesztésbe is, meg a működtetésbe is, hogy ördöklő napi árverseny generálva, a kiskereskedelmi szektorból tolja lefele az árakat végig a feldolgozók termelőkön keresztül, azért, hogy a, letörjük az inflációt. Ha letörjük az inflációt, visszaáll a kereslet, ami azért kívánatos, mert vissza kell állítanunk a gazdasági növekedést arra a pályára, ahol az volt a háború és a Covid előtt. Nyilván ez a rendszer akkor, akkor is működik jól, vagy a működésének az egyik feltétele, hogyha a multikkal folyamatos az együttműködés, ők valós árakkal töltik föl ezt az oldalt. Mi a tapasztalat? Az elmúlt időszakban hogyan viszonyulnak a nagy áruházláncok ehhez az oldalhoz és magához ehhez a lehetőséghez? Egyrészt neki kötelezettség az adatfeltöltés. Másrészt kaptak egy olyan ingyenes állami eszközt, amit használhatnak arra, hogy élesedjen a verseny. Élnek is ezzel a lehetőséggel, én azt látom, a harmadik, hogy valóban lehet velünk együttműködni. Tehát ez a példa is mutatja, hogy a GVH nem pusztán hatóság, aki állandóan büntet, hanem lehet velünk együttműködni. Például megkerestem mind a hat nagy multi vezetőjét, hogy hát plakátolják ki az árfigyelőt, hiszen az, az, offline világból, aki még eddig nem használta, az ismerje meg egy ilyen QR kóddal, könnyen eléri ezt a felületet. Hárman vissza is írtak, hogy készségesen visszaírtak, hogy úgyis megvan a táblájuk, hiszen már nincs árstop, abban a méretben kérik a plakátot, és ki fogják tenni ezt. Én örömmel fogadtam egyébként ezt a fajta együttműködést. Korábban felmerült a kérdés ezzel a platformmal kapcsolatban, hogy vajon a kartellezést segíti-e, hogyan hat az áruházláncok között. Hogyan lehet kikerülni ezt a lehetőséget? Szó sincs arról, hogy egy ilyen árfigyelő a kartellezést segíteni. Eddig is figyelték egymást az áruházláncok. Legfeljebb hetente árasztak újra. Most kaptak egy olyan eszközt, hogy naponta megnézhetik, hogy a korábban gondolt ár az versenyképese. És hát lássunk csodát, több termék esetén az történt, hogy aki csökkentette a tojásárát 30%-kal, a többi követte. Ez a napi ördöklő árverseny. Ez azért jó, azért hívom ördöklőnek, mert mindenkinek készülni kell rá, és nem tudhatja, hogy a másik öt nem ad-e jobb árat. És egyébként az árfigyelőben benne nem lévő, de önkéntesen bármikor csatlakozható áruházak is figyelik az árfigyelőt kívülről, szélé, széléről és ők is csökkenthetik az árat, és csökkenteni is fogják, bizonyos esetekben, hiszen nekik is az az érdekük, hogy a vevő ne menjen el, illetve visszacsalogassák a vevőt. Ez is egy érdekes kérdés, igen, ennek a területnek, hogy ugyan nem részesei, például a kisboltok ennek az árfigyelőrendszernek, na de hát ők is elérhetik ezeket az árakat, és nyilván ők is tudják, hogy oda megy be a vásárló és vesz meg akár más terméket is, ahol az ő általa egyébként kiválasztott termék az olcsóbb. A kisboltok egyéb szolgáltatásokkal is oda tudják csalogatni a vásárlót. Én magam is vásárolok olyan kis, kisebb boltba, vagy olyan franchise láncba tartozó boltba, ami a lakhelyemhez közel van, és nem feltétlenül a, a multiknál vásárolok és a kisbolt is nyilván figyeli az árakat, és ott is megmozdult valami. Tehát nekünk az az érdekünk, hogy napi árversenyben a versenyt fokozzuk, csökkenjenek az árak, megvédjük a magyar családokat és a nyugdíjasokat. Elnök úr, korábban már beszéltünk arról, hogy a fejlesztések folyamatosak, egy munkacsoport dolgozik az árfigyelő fejlesztésén. Ezt tekintetben lehetett arról olvasni, hogy akár tisztítószerekkel is bővülhet, milyen termékek kerültek még az önök látókörébe, és milyen fejlesztési irányokat szabtak meg. Én nagyon üdvözölném a termékkör bővítést. Ugye a 62 termék kategória az most úgy alakult ki, hogy az KSH inflációs kosárba 11%-ba felelősek ezek az alapvető élelmiszerek, illetve az ársapkás termékek is benne vannak, de kiderült fogyasztói jelzések alapján, hogy szükség lenne még egyéb higiéniai háztartási eszközökre. Az én fejembe pedig van egy olyan csomag, ami a családokat segítő gyermekek vállalókat segítő csomag, de ez a gazdaságfejlesztési miniszter úrnak a hatásköre, hogy bővítse a termékkört, én nagyon pártolnám. Rigó Csaba Balázsnak, köszönöm szépen, hogy itt volt, és hogy mindenről beszélhettünk. Örömmel.